Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatokkal foglalkoznak, és akinek ez a téma tetszik, és még nem iratkozott fel, az tegye meg most, iratkozzon fel. Akinek meg majd ez a videó tetszik, és miért ne tetszene, mert a mai egy igazán szuper videó, az adjon nekünk egy lájkot, és ahogy mindig mondom, a lájkok nagyon fontosak, mert minél több lájkot kap egy videó, annál nagyobb az esélye, hogy az algoritmus elvezeti a mi videóink oda, ahol a legjobban keresik őket. Tehát oda jut az üzenet, ahol a legnagyobb szükség van rá. És aki pedig anyagilag is szeretné támogatni ezt a csatornát, az itt a videó képe alatt található csatlakozás gombot nyomja meg, és ott olvashat a részletekről. Ma egy nagyon jó videó van a programon, és ezt a videót Dettinek köszönhetjük. Ugye mindig kérem itt a csatornán, hogy legyünk kreatívak, küldjetek be bármit, és Detti beküldött nekünk egy saját készítésű videót. Hát igaziból a videó az csak egy kép, de Detti elmondja nekünk a saját történetét, amit saját maga írt, és saját maga is ad elő. Nagyon érdekes lesz ez a történet, és ez visszarepít minket egészen 1989-ben, ugye a diszkó periódusban úgy kezdődik ez a történet, és nagyon köszönjük Dettinek, rettentően remélem, hogy élvezni fogjátok a történetet, de természetesen remélem, hogy tanulságokat is levonunk a történetekből, valamint a tudásunkat használjuk ahhoz, hogy bizonyos elemeket felismerjünk Detti történetéből. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok ehhez az új megközelítéshez. Hála és köszönet Dettinek, aki ezzel a projekttel is színesebbé tette a csatornát. Minden kreatív projektet nagyon szívesen fogadunk, nagyon szívesen várunk. Tudom, hogy el vagyunk kicsit maradva a naplókba, ezért bocsássatok meg, nekem csak nem volt időm annyit foglalkozni velük, amennyit a naplók megérdemelnek, de már folyamatban van a feldolgozásuk, úgyhogy hamarosan a naplók is visszatérnek. Továbbra is várok interjúkat, továbbra is várok kreatív projekteket, vlogokat, naplókat, amit szeretnétek. Most akkor hallgassuk meg Detti történetét, amely visszarepít minket a diszkó korszakba 1989-be. Detti ott kezdi a történetét. Utána majd még visszajövök, mert lesznek kérdéseim. Sziasztok! Amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen volt az első férjem, milyen volt vele együtt élni, én csak egy mondattal válaszolok. Egy-egyben az ellenséggel. Van, aki egész életében egyesre találkozik, hát nekem sikerült kettővel is. Hiszek a sorsban, és ezért nem értem a mai napig, hogy mi volt a célja azzal, hogy ezt a két narcisztikus férfit elém sodolta. Azt mondják, ami nem öl meg, az megerősít. Hát és ez így igaz. Nárc 1. 33 év után is pontosan emlékszem arra, hogy kezdődött. 1989-et írunk. Látom magam, ahogy 22 évesen a fürdőszoba tükör előtt sminkelek. Jól érzem magam a bőrömbe, mert boldog vagyok. Én mindig egy magabiztos, erős kisugázású, szép és csinos lány voltam. Sokan irigyeltek is érte. Akkor indítottam el a vállalkozásomat, amit egyedül találtam ki. Rengeteg tervem volt, szóval maximálisan meg voltam elégedve az életemmel. A barátnőimmel minden hétvégén a szomszéd városba jártunk át bulizni. Emlékeztek, ez volt a diszkó korszak. Imádtam táncolni, hát és kitűnni a tömegből. Ennek érdekében meg is tettem mindent. Egyedi ruhákba jártam, a hajviseletem nem volt átlagos, mindig vidám és szórakoztató voltam. Szóval most ezen az estén is minden oké volt. A smink, a haj, a ruha, hát akkor irány az éjszaka. Ahányszor végig gondolom ezt az éjszakát, hát mindig, mint egy film, úgy pereg le előttem. Látom, ahogy a diszkógömbön megcsillan a fény, hangosan szól a zene, és a sok fiatal a táncparketten táncol. Mi pedig egy asztalnál ülünk a barátnőimmel. Beszélgettünk. Egyszer csak megszólalt az egyik barátnőm. Úristen! Oda kaptam a fejem, a táncparkett irányába, és akkor megláttam őt. Az ördögöt magát.
Adonis képében. Sűrű, fekete haj, hófehér fogsor, sportos alkat, és az a csábos amerikai mosoly. Ő volt az, Nárc egy. A tömegből felém tartott. Mire odaért az asztalunkhoz, addig a csajok már lepattantak. Hogy miért? Hát Nárc egynek a lányok körében nagyon rossz híre volt. Mindenki tudta, hogy felcsípi a csajokat, és egy éjszaka után, de legalábbis nagyon rövid időn belül dob mindenkit. Szóval egyáltalán nem volt félnekvaló, hát ő egy igazi nőcsábász volt. És ezt nem is titkolta, pofátlanul csábította a csajokat a barátjával együtt. Az volt a dumájuk, hogy jól nézel ki, járjunk együtt. Ezzel a dumával sok lányt levett a lábáról, hát nálam is bepróbálkozott számtalanszor, de én levegőnek néztem mindig. Továbbálltam, meg se hallgattam. Tudtam, hogy bosszantja, az, hogy nem tud becserkészni. Egy idiótának tartottam. Nagyon sokáig próbálkozott, lehet egy évig is, minden hétvégén. Most, mire elmenekülhettem volna, addig viszont odaért és leült az asztalhoz. Rám nézett, és tök normális hangon azt kérdezte. Te meg miért nem állsz szóba velem? Akkor, na abban a pillanatban le is vett a lábamról. Az egész éjszakát végig beszélgettük. Rájöttem, hogy egy nagyon okos, jól nevelt, és olyan srác, aki rengeteget olvas, és ezáltal nagyon-nagyon művelt. A beszélgetés végén elkérte a telefonszámomat. Megadod? Kérdezte. Megadom, de úgyse hívsz fel, nevettem. Másnap délután csörgött a telefon. A városba voltam, épp beléptem az lakásba, mikor megszólalt. Gyorsan felkaptam, és nagy meglepetésemre Nárc egy volt. Már hívtalak, nem voltál otthon, mondta. Nem, mert a városban ügyet intéztem, és miközben ezt mondtam neki, madarat lehetett volna fogatni velem, annyira boldog voltam. Kérdezte, hogy mikor találkozzunk? Hát nekem mindegy, de én nem megyek át hozzád, ha szeretnél látni, gyere te, válaszoltam. Ő abban a városban lakott, ahova bulizni jártunk, és így azt gondoltam, hogy ha átjön, akkor komolyan gondolja, ha nem, akkor meg úgyse jön. Oké, akkor szombaton találkozunk, átmegyek. Hát rendben, de amikor letettem a kagylót, na, a kis ördög rögtön megszólalt a fejembe. Na jó, hiszem, ha látom. Nem bíztam benne, mert hát ugye láttunk már karonvarjút, és hát egy igazi nőcsábászról beszélünk, jaj, de azért úgy szerettem volna, ha eljön. És eljött. Na, egy kis nyugati autóval, ami azért 1989-ben nem volt minden családban. Úgy szállt ki belőle, mintha ő lenne a király. Hát később kiderült, hogy ő tényleg annak is tartotta magát, és ezt nem is rejtette véka alá. Sokszor mondta, hogy király vagyok, és közben önelégült, kaján vigyorült ki az arcára, miközben a tükör előtt grimaszolt. Ma már tudom, hogy ha valaki így néz a tükörbe, akkor ott már baj van. De ezt akkor még csak nem is sejtettem. Azt gondoltam, hú, milyen jó nekem, egy igazi menő, magabiztos, jóképű barátom van, aki a sok-sok nő közül engem választott. Nekem nagyon bejött ez a magabiztos megjelenés, a tudása és a mosolya. Büszke voltam rá, és persze magamra is. Az első randin elmentünk kirándulni. Hegyet másztunk, kézen fogva mentünk, közben beszélgettünk. Aztán egy kis tisztáson a hegycsúcsra felfelé menet, volt egy nagy szikladarab. Ott megálltunk, és elcsattant az első csók. A kirándulás nagyon jól sikerült, felejthetetlen volt, 33 év után is szép emlékként maradt meg bennem. Mikor hazahozott, kiszálltam a kocsiból, és elköszöntünk.
Ült az autóban, önelégült vigyorral az arcán, allátod, milyen király vagyok, ábrázattal, és közben úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, nagy gázzal beletolatott a villanyoszlopba. Kicsit villogni akart nekem. Azt se tudtam, hogy hogy fogjam vissza a nevetésemet. Jó nagyot szólt, és a hátulját a kocsinak totál összetörte. Kiszállt, és amikor hátrament, lefehéredett. Na, akkor bevallotta, hogy a szülei volt a kocsi. Tisztán emlékszem az arcára. Hirtelen már nem volt király, csak egy beszari, aki hazáig izgult, hogy mit mond majd az apja. Na, ezután vonattal járt át hozzám egyre többször. Volt olyan, hogy nálunk aludt, és hajnalban ment vissza, úgy ment dolgozni. El se hittem, hogy ez a srác, értem, ezt az áldozatot meghozza. Bemutattam a szüleimnek. Na, mondanom sem kell, hogy anyukámat levette a lábáról rögtön. Azóta is nárc egy neki, a férfi, nagy F-fel. Az a jó sűrű haja, mindig ezt mondta, anyukám hajmániás, nála egy férfi ott kezdődik, hogy jó sok haja legyen, és ha még lehet fokozni, fekete és göndör is. Persze, mert apukám ilyen, és hát anyukámnak ő az etalon. Sose tudták meg, mit csinált velem ez a férfi, nagy F-fel. Nem mondtam el a mai napig sem, hogy lealázott, bántott, megütött, és hát azt sem mondtam el, hogy gyűlölte anyukámat és nagymamámat is. Tulajdonképpen ő is nagyon hamar bemutatott a szüleinek, az anyukája mindig emlegette, hogy már aznap este, mikor leült mellém a diszkóban és beszélgettünk, hazament, berontotta a hálószobába, felkapcsolta a villanyt, és közölte vele, hogy Nóra, megtaláltam az igazit. Sose szólította az anyukáját anyának vagy anyunak, hát mindig csak a keresztnevén. A szüleinek nagyon szimpatikus voltam. Az anyukája egy tünemény volt, az apukája egy nagyon-nagyon okos, intelligens ember. Én nagyon szerettem őt is. Felnéztem rájuk, egy igazi művelt család volt. Nekem a love bombing annyira nem volt más, mint a többi kapcsolatomban. Annyit érzékeltem, hogy velem másképp viselkedett, mint a többi nővel, és hogy engem különbnek tart náluk. Hát, de aztán elkövettem egy nagyon nagy hibát. A randikon mindig sokat beszélgettünk, állandóan faggatott mindenről. Egy ilyen beszélgetés alkalmával megkérdezte tőlem, tulajdonképpen hány fiú volt az életedben? És elkezdett az exeim után érdeklődni. Én meg szépen belesétáltam az oroszlán barlangjába, elmeséltem magamról mindent. Egy nyitott könyv voltam előtte. Hát később rájöttem, hogy ez volt a leértékelésemnek az alapja. Ugyanis nárc egy gondolatmenete a nőkről az volt, hogy minden nő egy kurva. Miért? Hát mert mindegyik könnyen kapható. Persze a rengeteg egyéjszakás kalandja után, amiket elmesélt végül, én nem is csodálkoztam ezen, hogy így gondolkozik. De aztán rájöttem, hogy ez a gondolatmenet kissé hajmeresztő is, mert ő megfogadta, hogy csak szűznőbe lesz szerelmes, és az lesz a felesége. Az anyukája szerint én voltam az egyetlen nő, akibe szerelmes volt. És megmondom őszintén, akkor én is úgy éreztem. Ma már tudom, hogy a nárcik állítólag nem szeretnek, de akkor mi volt az ex-anyósomnak is, ami feltűnt, mi volt más velem? A mai napig mondja, hogy se előttem, se utánam nem volt egy nő se, akit szeretett volna a fia. Hát, nem tudom. Egy biztos, hogy a fagyi visszanyalt, ugyanis én akkor már minden voltam, csak szűzlány nem. Na, ettől a gondolattól szinte megőrült, és elkezdődött a pokol. Egy cégnél dolgozott, mint alkalmazott. Szereléseket csináltak, én meg vállalkozó voltam, és elkezdte pedzegetni, hogy dolgozhatnánk együtt. Ha ketten csináljuk, akkor többet fogunk keresni, mondta. Belementem, örültem, hogy akkor sokkal többet leszünk együtt.
Összeköltöztünk, egy darabig a szüleim nyaralójában éltünk és dolgoztunk. Csak ketten voltunk. Lejártunk horgászni, főztünk, és dolgoztunk egy darabig, minden jó volt. Egyszer csak bekattant. Elkezdte mondani, hogy te is egy kurva vagy, és mondd meg, hogy kivel voltál még. Ismerem? Faggatott állandóan. Egyre többször vesztünk össze, szitta a szüleimet, közben a szemükben meg mézesmázaskodott. Nagymamám úgy halt meg, hogy azt hitte, amikor a becenevemen szólított, hú, akkor milyen szépen beszélt velem. Hát sajnos nem így volt, nem jól tudta szegény. Akkor, ha úgy szólított, már tisztában voltam vele, hogy ha majd ketten maradunk, kapom az ívet. Volt, hogy megütött, másnap bocsánatot kért. Így szeret, úgy szeret. Aztán megint büdös kurva lettem. Egyik nap így, másik nap úgy. Tiszta kék-zöld foltos voltam, a szüleim előtt takargattam, nehogy meglássák. Egyszer úgy ütött meg, hogy a szemem alatt zöld lett. Azt hazudtam anyukáméknak, hogy a bicikli kormánya visszacsapódott, mikor vittem le a pincébe. Egyik alkalommal eljöttek a barátai, hogy menjünk el velük Olaszországba. Hallani se akart róla. Nagy-nagy-nagy könyörgés árán elmentünk. Megérkeztünk, annyira boldog voltam, rohantam le a partra, megálltam és néztem a tengert. Odaért, és kaján vigyorral azt mondta, na, itt vagyunk, akkor most örüljél. 47 kiló voltam, állandóan szapult, hogy kövér vagy. Minden fillért megfogott, ünnepnap volt, hogyha egy kólát vehettem. Nagyon szerettem a banánt. Sose vettünk. Semmi luxus, csak gyűjtöttük a pénzt, mindenre sajnálta. Később beköltöztünk a szüleihez, a városba, ahol ő lakott. Együtt laktunk velük, egy pokol volt. Állandóan veszekedett. Nem velem, hanem a szülőkkel. Velem nem mert nyíltan, csak amikor ketten voltunk a szobánkban. Volt egy húga, nagyon vidám, kedves lány volt. És az az érdekes, hogy mindenki úgy fogadta el, hogy nátsz egy ilyen. A szülei engem pártoltak. Nagyon szerettek. Az anyukája mindig nekem adott igazat a fiával szemben. Amikor beköltöztünk, rögtön előkerültek a haverok. Addig csak velem volt, de aztán jött a kísértés. Irány vissza az éjszakába. Hazudott, itt voltunk, ott voltunk, csak kártyáztunk a haverokkal. Hát igen, közben megkiderült, hogy házi buliban voltak. Mikor szembesítettem vele, elkezdett folytogatni. Aztán eltört az ujjam. Garbóban jártam, nehogy a szülei észrevegyék. Miért nem hagytam el? Mert egyik nap ő volt a megtestesült angyal, és másnap vagy napok múlva meg maga az ördög. De mindig visszaédesgette magát, becészkedett, bocsánatot kért, meg ilyesmi. Azt mondta, hogy én vagyok az oka, hogy ilyen, mert neki, ha bemegy a gondolat a fejébe, hogy más férfiakkal voltam, elborul az agya. Hát és elborult. Vérben forgott a szeme, kajánul vigyorgott. Nem tudtam, mi ez az egész. Senkinek sem mondtam el, hogy bánt. Nem mertem. A barátnőim otthon voltak az én városomba, és közben el is szakított tőlük, de a szüleimtől is. Alig beszélhettem velük. Ha telefonon hívta, ott állt felettem, és mutogatta, hogy vége, tegyem le. Végig kontrollált. Aztán elcseréltük a nagymamája lakását egy belvárosi nagy lakásra, ahol két generáció is elfért. A mi pénzünk és a nagymama lakása épp kifutotta. Összeköltöztünk a nagymamájával. Meg volt mindenünk. Belvárosi lakás, kocsi, vállalkozás.
Hát közben a szüleink mit sem sejtve, mi zajlik a kulisszák mögött, kitalálták, hogy házasodjunk össze. Lefehéredett. Egyik haverja se volt még nős. Azt mondta, hogy oké, de akkor titokban. És nem lehet menyasszonyi ruhám. Csak a szűk családi kör lehetett ott. Egy fehér kosztümben mentem férhez. Én, aki mindig 100 fős esküvőről és gyönyörű menyasszonyi ruháról álmodtam. Senkinek se volt szabad elmondani, hogy megházasodott, nehogy megtudják a haverok. Akkor még a személyigazolványba beírták, hogy nős. Na, azt úgy dugdosta a barátok elől, de szerintem gyanús lett nekik, és egyszer elvették tőle. Na, le is bukott. Mind meg volt rá haragudva, hogy nem hívta el őket az esküvőre, és azt mondták, hogy tiszta hülye. Így telt az idő, már vagy 3,5 éve voltunk együtt, amikor egy augusztusi napon rám tört a vágy, hogy szeretném látni a nagymamámat. Olyan szinten menni akartam hozzá, hogy azt el sem tudom mondani. Kértem, hogy menjünk el, hallani se akart róla. Sírtam, könyörögtem, nem is nem. Szeptemberben nagymamám elment anyukámékhoz. Ő egy kis faluban lakott 100 kilométerre tőlük. Este, mikor megérkezett, felhívtak telefonon, sose felejtem el a beszélgetést. Hogy vagy, Nagyi? Kérdeztem. Fáradt vagyok, kicsit mondta. Beszéltünk még pár mondatot, de oda jött Nárc egy, és mutatta, hogy fejezzem be a beszélgetést. Pedig anyukám hívott, nem került pénzünkbe, de mégis le kellett tennem a telefont. Mondtam nagymamámnak, hogy akkor most leteszem, és holnap beszélünk, ha átmegyek anyuékhoz. Reggel csörgött a telefon. Anyukám sírva mondta, hogy meghalt nagymamám. Ortítottam a fájdalomtól. Annyira szerettem nagymamámat, hogy 15 évig nem bírtam megemészteni a halálát. A Nárc egy csak nézett. Abban a pillanatban meggyűlöltem. Lezajlott a temetés, egy hétig sírtam folyamatosan. Egyszer csak közölte, hogy elég volt a gyászból, fejezzem be a sírást, és dolgozzunk. Nem mertem sírni, ha velem volt. Alig vártam, hogy mehessek délben az ebédért, mert az utcán zokogva mentem végig, ott sírhattam ki magam. Az emberek nem tudták elképzelni, mi bajom van. Akkor megfogadtam, elhagyom. És végre a sors is megelégelte a sok bántást, és el tudtam tőle szakadni. Hogyan? A vállalkozás, amit csináltunk, 2 városba különített el minket. Én minden nap átjártam az én városomba, ő meg ott maradt. Aztán a sors úgy hozta, hogy megismertem a későbbi második férjemet az én városomban, miközben hazajártam. Meséltem neki arról, miket csinál Nárc egy. Összebarátkoztunk, és aztán már többet is éreztünk egymás iránt. De vége lett a munkának. Vissza kellett mennem Nárc egyhez. Többé nem jöhettem a saját városomba. Szörnyű volt. Már csak egy dolgon törtem a fejem. Hogy hagyjam el? Elkezdtem neki mondani, hogy ha nem változtat a viselkedésén, elhagyom. Kajánul vigyorgott, és közölte, hogy innen egyszer mész el, visszaút nincs. Na, hát nem is gondolta, hogy eszem ágába se lenne visszamenni hozzá, ha egyszer végre megszabadulnék tőle. 1993. január. A szabadulásom Nárc egytől ugyanúgy életem végéig megmaradt bennem, mint a találkozásunk. Ha rágondolok, ezt is ugyanúgy látom, mint egy filmet. Ülök az ágyon, ő megtértett el előttem, és kétségbe van esve. Épp az előbb közöltem vele, hogy elhagyom. El akarok válni, és haza szeretnék menni. Látom a rémületet az arcán, ahogy érzi, itt ez már nagyon komoly. Az együtt töltött 4 év alatt soha nem mondtam neki veszekedés közben, hogy elhagylak csak most. Most vagy soha. Meg kell tennem. Tért el előttem,
és egyre csak azt mondja, megváltozok, és hogy szeretlek, de én nem tágítok. Látja, hogy most már nincs visszaút. Pedig van. Olyan sokszor mondta el, hogy már más lesz ezentúl, és olyan bűnbánóan néz, hogy már érzem, hogy elolvadok. Nem mutatom ki, még várok, mit hoz ki majd magából vajon. Várom az igazi, őszinte érzéseket. Felmerül bennem, hogy mégis szeret. Elbizonytalanodom, rémülten kérdezem magamtól, mit csinálsz? Ez a férfi szeret, és te meg ezt eldobnád? Az arcom rezzenéstelen, de folyik a könnyem, és látom a szemét. A szeme könnyes lett, és kétségbe esetten néz rám. Már úgy érzem, hogy megkegyelmezek. A szem szólásra nyílik, de akkor történik valami. Nárc egy, észrevette, hogy kiadta magát. Erre gondoltam akkor, mert a másodperc tört része alatt a könnyes szeme átváltozott, és az arc, amely eddig elgyötört és kétségbe esett volt, már gyűlölködő lett, és az a kaján vigyor is előkerült. Rám nézett, és azt mondta, jó, akkor tudd meg, hogy megcsaltalak. Azzal a szőke csajjal, akivel a múltkor jöttünk szembe, és kérdezted, ki volt. Persze, hogy tudtam, emlékeztem, mert a csaj nagyon furán nézett ránk, és amikor összeért a nézésük, cinkos mosolyt láttam az arcán. A nők megérzik az ilyesmit. De ez volt a megmentőm, ez a mondat. Azonnal megvetést és undort éreztem. Nem mutattam ki, azt mondtam, jó, akkor most még inkább ránk fér, hogy hazamenjek egy kicsit. Engedje meg, hogy másnap este visszajöhessek. Nem tudom a mai napig sem, hogy tudtam rávenni, végül elengedett. Felkaptam a kabátom, és kiléptem az ajtón. Azonnal futni kezdtem. Az állomástól kb. 10 percre laktunk gyalog, én végig sírva futottam, és azon imádkoztam, hogy legyen még egy vonat haza, haza a szüleimhez. És volt. Az utolsóra szinte felugrottam, és amikor elindult, azt gondoltam, végre, végre szabad vagyok. Másnap délután felhívott anyukáméknál. Na, mikor jössz? Nem megyek, közöltem vele. Nem megyek vissza. Vége. Elkezdett veszekedni, hogy mit képzelek, és hogy már is induljak az állomásra. Letettem a kagylót, de fél óra múlva csengettek. Ő volt, ott állt az ajtóban. Berontott, anyukámnak nem is köszönt. Öltöz, megyünk. Anyukám csak nézett, és azt mondta, hogy nem, nem megy. Vége. Biztos vagy benne? Kérdezte. Igen, mondtam, és erre felállt, és kiment az ajtón. Utána még az anyagiakat kellett rendezni, nagyon félt, hogy jogot formálok a lakásra. Alig várta, hogy aláírjam a papírokat. Majdnem mindent ott hagytam neki, csak hogy megszabaduljak tőle. Azt hittem, a válásra el se jön, de eljött. Amikor kimondták a válást, folyt a könnyem. Sírtam, sirattam, azt az énjét, amikor becézett, amikor jókat beszélgettünk, amikor kedves volt, amikor olyan volt, mint egy angyal. A bíróság előtt megálltunk, és egy órát beszélgettünk. Bocsánatot kért mindenért. Azt mondta, nem gondolta volna, hogy lemondok a lakásról. Hát, én csak annyit mondtam neki, hogy sajnálom, hogy 4 év után sem ismert meg igazán. Amikor mentem haza, olyan volt, mintha ketté vágtak volna. Óriási űrt éreztem, fájdalmat és hiányt. Elvesztettem a másik felem. A lakás, amiről lemondtam, később nagyon sok pénzt hozott neki. Felköltözött a fővárosba, és nem nősült meg újra. Rengeteg nője volt, és van is.
Sportol, fiatalosan néz ki, de a haja az eltűnt. Kopaszra borotvája. Mikor találkoztunk, legutóbb, és megláttam nevetve, azt mondtam neki. Úristen, anyukám, ha megtudja, hogy kopasz vagy, egy világ omlik össze benne. Erre Kaján vigyorra megszólalt. Na, és hogy van anyuka? Még mindig ugráltatja apádat? Nem tud már rajtam fogást találni. Ha rágondolok, nem gyűlölöm. Szoktunk beszélni néha, de mindig érzem, hogy sose bocsátja meg, hogy elhagytam. Őt egy nő se hagyta még el sose, mindig ezt mondta. Barátok maradtunk, de ez csak az én nagy vonalúságomnak köszönhető. Nem tudtam, mint megyek keresztül 22 évesen. Mi az a bántó kapcsolat? Mi történt kettőnk között? Arra gondoltam mindig, hogy azért csinálja, mert nem bírja a kötöttséget. Féltékeny. Nem sokszor, de szoktam álmodni vele. Olyankor mindig azt álmodom, hogy újra fiatal vagyok, és vissza akarok menni hozzá, mert hozzátartozom. El kellett telnie 30 évnek, hogy megtudjam, mi is volt ez az egész közöttünk, és hogy ki is ő valójában. És erre hogy jöttem rá? Úgy, hogy 52 évesen. Újra megjelent az ördög Adonis képében. Csak már deres hajjal. Mikor ránéztem, tudtam, hogy végem van. Mert ő az, aki kell nekem. Drága csoport, most, hogy meghallgattuk Detti történetét, kíváncsi vagyok, hogy milyen érzések fogtak el benneteket. Mi az, amivel azonnal azonosulni tudtatok? Milyen párhuzamokat fedeztetek fel a saját életetek és Detti életek között? Bármilyen rálátást, bármilyen új felfedezést megoszthattok itt a kommentekben. Kíváncsian várom a hozzászólásokat, kíváncsian várjuk a hozzászólásokat, és szerintem Detti is nagyon kíváncsian várja a hozzászólásokat, hiszen szerintem majd lesz ennek egy folytatása a narcisztikus number two alakkal. Sziasztok!